Hatodik fejezet Másnap este úgy tűnt, hogy a kandalló párkányán lévő óra megállt kilenc óránál. Így kellett lennie, az lehetetlen volt, hogy egy perc ennyi ideig tartson. Az utóbbi két órában megpróbált olvasni, neki kezdett, aztán abba hagyta, még a meglehetősen pajkos szerelmes regény sem tudta felkelteni az érdeklődését. Nem, és az sem segített, hogy passziánszozott, vagy előásta az atlaszát, hogy a déli kontinensről olvasson, vagy hogy megette az összes édességet, melyet szem elől elrejtett a konyhában. Tulajdonképpen azokat a dolgokat kellene összeszedni, amiket magával akar vinni. Amikor panaszkodott szemnek a megterhelő számára ez a csomagolósdi, akkor a fiú kihozta a kamrából az összes üres bőröndöt, majd elmagyarázta, hogy nem fog együtt utazni a lány több tucat cipőjével, azokat majd maguk után küldhetik postán, amint valahol otthonra leltek. Ezen mondatok után nagyon bölcsen el is ment, hogy megölje Feránt. A lány nem tudta, miért tologatja a csomagolást. Reggel egy ingatlan közvetítővel is beszélt már, az úgy vélte, hogy a lakást nem biztos, hogy olyan egyszerű lesz eladni, de Szeléna örült, hogy az ügyet majd máshonnan is intézheti, és azt válaszolta, hogy jelentkezni fog, amint talált magának új otthont. Új otthont! Felsóhajtotta, mikor az óramutató arrébb ugrott. Eltelt egy teljes perc. Mivel Farán napirendje elég rendszertelen volt, könnyen előfordulhatott, hogy szemnek pár órát várnia kellett, míg a férfi elindult a házból. Vagy már el is intézte a dolgot, csak egy ideig el kellett rejtőznie, hogy ne kövessék, amikor visszajön. Szelina a mellette lévő tőr után tapogatózott a kanapén. Ma este már legalább századszor körülnézett a szobában, hogy minden elrejtett fegyver a helyén van-e. Nem fog elindulni szemet megkeresni. Egyedül akarta megcsinálni. Másfelől pedig ezer helyen lehetett. A bőröndök az ablaknál álltak. Talán mégis el kellene kezdenie pakolni. Holnap estére, amikor jane is elintézték, indulásra készen kell lenniük, és menniük kell a hajó fedélzetére. Mert bár a világ megtudhatná, hogy Jane halála szelén a szárdot ilyen műve, de közben elemi érdeke fűződött ahhoz, hogy Résvártól minél messzebb kerüljön. Ami nem azt jelentette, hogy elmenekül. A mutató megint ugrott egyet. Eltelt egy újabb perc. a sóhajtva felállt, a könyves polchoz lépett, és elkezdett könyveket kihúzogatni, hogy beletegye őket a legközelebbi bőröndbe. A bútorait és a legtöbb cipőjét egyelőre itt kell hagynia, de a könyvei nélkül semmi esetre sem akart a déli kontinensre költözni. Amikor az óra tizenegyet ütött, Szeléna elhagyta a házat. Azt a ruhát viselte, amit a mester feltaláló tervezett számára, de felcsatolt további fegyvereket is. Szemnek időközben már meg kellett volna érkeznie. Megbeszélték ugyan, hogy csak éjfél után indul a keresésére, de ha nehéz helyzetbe került, akkor a lány nem akart egy percet sem üldögéléssel tölteni. Ettől a gondolattól aztán rohanni kezdett Jane háza felé. A szegény negyedben csendes volt minden, de semmivel sem csendesebb, mint különben. Prostituáltak fordultak utána, mezitlábas gyerekek és olyan emberek, akik azon fáradoztak, hogy tisztességes módon keressenek pár fillért. Ő elsuhant mellettük egy árnyékra hasonlított. Egyezte a fülét, hogy meséle valaki Feren haláláról, de semmi használhatót nem tudott elcsípni. Amikor közeledett a villanegyethez, melyben Jane háza állt, lépésre váltott. Szinte neztelenül járt az utcaköveken. Több jómódú pár is sétált az utcákon, talán hazafelé tartottak a színházból, nyugtalanságnak sehol semmi jele. Bárha Feren halott, akkor az Jane biztosan a lehető legtovább titokban akarja majd tartani. a tette egy nagy kört a negyedben, átnézte az összes helyet, amint szemfontolgatott, sehol egy vérfolt vagy bármilyen harc nyoma. Még azt is bevállalta, hogy elmegy Jane háza előtt az utca másik oldalán. A házat kivilágították, szinte már vidámnak tűnt, az őrök unottan álltak a helyükön. Talán szem kiderítette, hogy felem ma este nem hagyja el a házat. Könnyen lehet, hogy elkerülte őt, amikor ő már hazafelé ment. Biztos nem fog örülni, ha megtudja, hogy elkezdte keresni őt, de a helyében szem is ezt tette volna. Sóhajtott és sietve elindult hazafelé.